Dezső László saját kiadványát dedikálja a Solymár Imre Városi Könyvtárban. Erdély, a Kárpátok tündérkertje az utókornak örökíti meg Erdély érintetlen természeti részeit úgy, ahogyan azt a fotós Dezső László látja. Elmondása szerint már kisgyerekként csodálta azokat, akik egy gombnyomással megörökítették a legfontosabb családi eseményeket, mert ők azok, akik megállítják a pillanatot. A fotóssal Szabó Béla ugyancsak fotóművész beszélgetett a Solymár Imre Városi Könyvtárban a kötet bemutatója kapcsán. Néz ki, mindenki magáévá tudja tenni, hogyha szeretné. Nagy munka. Ha jó, amikor beszélgettünk, akkor nagyjából több mint 15 évnyi munka van ebbe a 168 oldalban. Nekem az volt a szándékom, amikor ezt a könyvet megterveztem, hogy egy bakancs listát tárjak az elé, aki ezt végig fogja forgatni. Vagyis egy olyan tárházat, az erdélyi kincseknek, az erdélyi szépségeknek azt a tárházát, ahova mindenképp érdemes elmenni. Nos, hát ez, megvallom, ez nem nagyon sikerült, hiszen tavaly karácsonykor, amikor úgy gondoltam, hogy most már majdnem félig vagyok a könyv összeállításával, akkor már a közel 300 oldalnál tartottam, és még mindig rengeteg olyan hely volt, ami valami okból kifolyólag kimaradt, amit még mindig be kellett volna mutatni. És akkor nekifogtam, és azt még jobban összeszűkítve állt össze így ez a kiadvány, amely 168 oldal és 154 helyszínen készült fényképeket tartalmazni. Dezső László az első fényképét a középiskola utolsó évében készítette, egy akkor már elismert fotós barátja bátorítására. A természet fotózásban érzi igazán otthon magát, rengeteget jár a Kárpátok bércein, Erdély havasainak csodálatosan szép helyein, és a természetben szerzett élmények sokszorozódnak egy elcsípett jó fotóval. Van ennek a könyvnek egy előzménye, Gyilkostó, ami ezt a címet is, ami a Nagyhagymás hegység és környékét mutatja be. Ugye nagyon sok írásod van, ami legendákat, történeteket mesél el. Itt nem gondolkodtál azon, hogy ebbe a könyvbe is kellene ilyeneket tenni? Nem gondolkodtam egy pillanatig sem. Az ember legyen a legenda benne. Tehát ő írja minden képről, ő formálja meg, formázza meg a maga kis világát. Nagyon sokat gondolkodtam például azon is, hogy egyáltalán legyen-e benne képaláírás, amivel befolyásolnám a könyvet forgatót, a képeket nézegetőt. Aztán mégis úgy döntöttem, hogy igen, mert így be lehet vezetni az, hogy igazából hol készültek és hová menjenek el azok a úgymond természetjárók, és mit keressenek. Nagyon gyorsan változik a világ, sajnos rombolás tárgyává válik, vagy teljesen eltűnik környezetünk minden részlete. Élet célja a fotósnak, hogy tehetségével, tudásával megmentse, ami még megmenthető. Célja megörökíteni az utókornak a múló hétköznapok pillanatait, a népszokásokat, az életképeket, és persze a természet változásait.